Sziasztok! A mai videóban jól olvastátok a címet, ott lennem, más hoztam el nektek, mint a House Tour! Úristen, nagyon izgatott vagyok, és nagyon régóta kerítek tőlem ezt a videót, és ma megcsináltam nektek karácsonyi kiadásban. Az egész lakást kidekoráltam karácsonyra, boldog első advent vasárnapot szeretnék kívánni mindenkinek, és még mielőtt elkezdjük a House Tour-t, azt tudnotok el, hogy nagyon-nagyon beteg voltam egész héten, még most is az vagyok, úgyhogy először is elnézést a hangomért, let's go! Szóval itt jössz be a lakásba, ez a bejárati ajtó. Rögtön innen jobbra van egy beépített szekrény, ami semmi extra. Balra pedig egy kaputelefon. Rögtön itt szemben, ahogy megfordulsz és elindulsz befele a lakásba, itt van egy tükör. És akkor kezdjük szerintem a fürdőszobával, ami nem olyan nagy, viszont a kád az orbitálisan hatalmas benne, ezért imádom ezt a lakást. És mivel a múlt adásból kiderült, hogy az Attila utálja, ha a földön van a ruhám, ezért most összehajtottam neki, alig bírtam lecsukni a szennyes kosarat. Itt a mosógépünk, semmi különös. Na, itt szoktunk minden reggel fogat mosni, elkészülni. Van jó sok szekrény a fürdőszobában, amit nagyon szeretek. Ezt a gyertyát a H&M Home-ban vettem, és ennek olyan illata van, mint gyerekkoromban a karácsonyok. Itt vannak a vattakorongok, az Arahonban van most gingerbread kollekció, és megvettem belőle a kézmosót, még nem is használtam. Oj, de finom illata van. Karácsonyi kéztörlő sem maradhatott el, ezt pedig azt hiszem, hogy a Pepco-ban vettem egy szettet. És akkor itt vannak az ilyen hajas cuccaim, illetve ez a tavalyi Glade kollekcióból van, ez a diótörős légfrissítő. Nagyon finom illata van, de kiraktam nektek ide ezt, hogyha ezt a tavalyi Glade-et már nem lehet kapni, akkor mindenképpen ezt szerezzétek be, mert nálam ez durrog mindenből a lakásban. Ez annyira finom. Basszus, ez meg van romolva? Lehet. Légfrissítő olyan illatú, mint a kis szőnyegek. Nem olyan illatú, Jézusom, olyan színű. És akkor elhagyjuk a fürdőszobát, és itt jössz be az egész lakásba. Eleinte nagyon utáltam a konyhabútornak a színét, de már szerelmes vagyok belé, nagyon-nagyon szeretem. Egy picike kis konyha, de rengeteget főzök benne, nagyon szeretem. Ezt a csapot, ezt most leszeretném cserélni egy aranyszínű csapra, vagy ilyen bronzszínűre, mert ahogy látjátok, itt az ajtón a kilincsek is ilyen bronzszínűek, és szerintem tökre passzolna, plusz ez egy picit már el van használódva. Aztán itt vannak ilyen mindennapi dolgok, lisztri, stea. Ezeket a kis bigyókat a Butlers-ben vettem. Ezeket pedig az IKEA-ban, nem, az Osamban és az IKEA-ban vettem rá ezeket a kis ráragasztható feliratokat. Szerintem nagyon cuki. Le Cavé Station, a kedvenc részem a lakásban. Ezt csak így akart fókuszálni, van egy ilyen dekor az ablakban. Ez ilyen kis hármos. És akkor vannak itt ezek a kis dobozkák az IKEA-ban, meg az Apple Kiss gyertya is, mert azt is nagyon szeretem. Ezekben most még semmi nincs, viszont majd kekszek, sütik lesznek benne, úgyhogy már bele is készítettem ilyen muffin papírokat, ilyesmiket. Nézzük a harmadikat is. Azért is, mert amúgy ez a kedvencem. A diótörős. Diótörő meg a cukorpálca, így a kedvenc dekorom. Ide fogja hozni a télapó az aikat. Itt fent pedig van ez a három kis karácsonyfácska, amit már ismerhettek ezer éve a vlogokból, illetve találtam szívecskés Szilviát. Itt van a Pepco-s kéztörlőnek a másik fele, és amúgy ennyiben kimerül a konyhánk. Nem, elnézést, meg kell mutassam a kukát is, mert az is nagyon aranyos. Na és megfordulva a konyhában ezt lehet látni, ez a képkeret egyszer leesett, akkor átszólt. Majd vennünk kell egy újat. Ebben van a diplomám. Egy külföldi videós videójában, April videójában láttam, hogy náluk ki kint van a falon, és olyan jól nézett ki, hogy én is kiraktam. Tip, rakjátok tésztaszűrőbe a gyümölcsöt, mert akkor nem romlik meg olyan hamar, mert így kap levegőt minden irányból. Van itt egy gyertya, ezt még tavaly kaptam valakitől a karácsonyra, nem tudom kitől, köszönöm szépen. Egy kép az Attiláról meg rólam. Ezt a dekort, ezt tavaly is megcsináltam, ez annyira cuki, csak egy pohár, cukorpálcák meg egy ilyen fairy light, string light, valami, nem tudom, hogy hívják. Ez jüszkös, ez a kis betűs izé, mindig kérdezitek, de nem működik. Egy bekapcsolás után érintkezési hibás, vagy nem tudom, szóval, ja. Itt van a mézes kalács házikó, amit a legutóbbi részben csináltunk, az első részben. Apple kis illatosító, ezt a szomszédtól kaptuk.
illetve adventi kalendárium direkt, ilyen jó kis peniset vettem, hogy olyan íze legyen, mint gyerekkoromban, én 300 forintos, nagyon finom. Szegény GBL-em, ami eléggé le van strapálva, ha vesztek, akkor ne fehéret vegyetek, azt ajánlom. Itt van rögtön mellette Rozikám ágya, aki most kint van a kertben, és ezt látjátok, ahogy megfordultok a konyhából. Megmutatom majd, hogy este, hogy néz ki így ezekkel a fényekkel együtt az asztalteríték, ahogy majd meg fogom csinálni karácsonyra, de addig is. Ez a gyertya is nagyon finom, ezt az Arena Plázában vettem, a Notino boltban. Igen, totálisan csak azért vettem meg ezt a sót, mert jól nézett ki. Ezt a rénszarvast kérdeztétek egy régi videómban, hogy honnan van, és megkérdeztem anyától, és azt mondta, hogy ezt a nagypapám csinálta, és azóta még sokkal kedvesebb és különlegesebb nekem, mert a nagypapám már nincsen velünk, és ezért ide raktam az asztalra, hogy mindig lássam. Rénszarvas úr mellett itt egyelőre még télapós szalvéta van. Ezt a dekort pedig ma csináltam délután. Mindig akartam egy ilyen nagy, tekintélyt parancsoló gyertyát az asztalra, de olyan pricey-k, hogy vettem a Kikbe vagy a Pepco-ba, inkább a Kikbe ilyen, nem is tudom, miből van ez ilyen anyagból, gipszkarton, vagy nem tudom, hogy hívják, ilyen kis tartót, meg rá egy gyertyát. Ez a cheap way, srácok. Az asztal pedig kihúzhatós, úgyhogy ha sokan jönnek hozzánk, akkor csak így végighúzzuk itt, és mehet a buli. Funny story, nem volt itthon olyan hosszabbító, amit elég jól el tudtam volna vezetni, úgyhogy egyikből jön a másik, és így majd ma veszünk egy ilyen jó kis 5 métereset. Szerintem akkor folytassuk a hálószobával. Az ajtó felett van egy ilyen fagyöngy, ez természetesen mű, bár nem tudom természetesen miért mondom ezt, mert tavaly nem mű volt, de idén mű van, és nem tudom, tudtátok, hogy a fagyöngy alatt kell csókolózni, úgyhogy ti is akasszatok egyet a bútoknak az ágy mellett, így. Ó! Oh. Hi, baby! Hi, van mit enned, Manó? Nincs! Éppen forgatom a videót, és nagyon szeretném levideózni majd a reakciódat arra, amit itthon csináltam. Bolondkodtam, igen, gyere haza, és utána elmegyünk együtt ebédelni, jó? Jó, oké, és mindjárt ott vagyok amúgy. Várlak. Kusz. Szia! Mint láthatjátok, itt a szobában kicsit ilyen szürkésebb dizájn van, illetve mindjárt körbe mutatlak titeket. Azok a fények mondjuk ott pont melegfehérek, de mindegy, ott van ilyen képsorozat rólam, meg az Attiláról, azt ő csinálta nekem szülinapomra. Bezoomolok oda, csomó kép van benne rólunk, és minden reggel erre kelek, hogy ezt látom, mert amúgy az az ágyban az én oldalam, és ez az Attilái. Mi van itt? Mindenféle krémek. Ez a szemüvegem. Ugyanis szemüveges lettem, de csak vezetéshez, meg tévénézéshez, meg számítógépezéshez kell hordanom. Mit szóltok hozzá? Tényleg írjátok meg kommentben. Milyen a keret? Hogy tetszik nektek? Tényleg írjátok meg őszintén. Mert amúgy tök régóta kellett volna, csak nem, egyszerűen nem bírtam a gondolattal megbarátkozni, hogy mindig kéne hordjam, de hála Istennek nem kell, úgyhogy ha szarul is áll, nem olyan nagy tragédia. Egy gyertya a Stille interjúból mennyire cuki, és mondtam, hogy imádom a cukorpálcát. Ez az asztalom, ahol mindig elkészülök. Ugye minden nap is sminkek, ezt a dédi mamámtól kaptam. Azt mondta, hogy ezt a nagypapám apukája adta neki, hűsége jeléül a család felé, mikor a nagymamám meg a nagypapám összeházasodtak, és ezt nekem adta. Úgyhogy ennek is nagyon örültem. Na itt jön be, hogy itt a szobában egy picit ilyen fehéresebb a dizájn, a karácsonyi dizájn. Itt van még egy nyágép fotó rólunk. Jomalon, nagyon szeretem azt a márkát, amúgy nem tartom meg semminek a dobozát, de ezt annyira szeretem, hogy ezt megtartottam. Ezek az Attila holmiai, ezeket is tőle kaptam, ezt is, meg ezt is. Itt a születésnapi tortám, amit az Anna csinált. Ez az illatosító a Stille interjúból, és a kettő kozmodíjam. Nem tudom, ezt ti láttátok? Már úgy tiszta por amúgy, de így néznek ki. Ja, meg ott a tévénk, amit bevallom, sosem nézünk, de mindegy. Ó, és ha bárki kíváncsi lenne, a Rozinak az ágya a Fresh Napsból van. Fresh Naps? Nem tudom. Tudjátok, melyik üzletre gondolok, és ez a hátkimélős típusú ágy nagyon-nagyon-nagyon szereti. Elérkeztünk palotánk utolsó állomásához, hatalmas lakásunkban.
Ez itt a gardrób szekrényünk, aminek az az oldala az Attila, és ez az oldala az enyém, viszont egyik oldalt sem mutatom meg, mert mind a kettőben karácsonyi ajándékok vannak. Jó, kicsit bepikelünk, de ennyi tényleg. Ezen nagyon gondolkozom, hogy megkérjem az Attilát, hogy szerelje fel nekem, vagyis hát szögelje fel nekem arra a falra, mert mindenképpen szeretnék oda valami dekort. Van itt ez a csillagbigyó, ami tavaly is fent volt, és nagyon szeretem. Egyébként az még a jacuzzink, amit még el kell rakni, mindenféleképpen már ezt a pavilont szétszereltük. Onnan tudod, hogy öreg vagy, hogy tegnap este megfogtam és átültettem ezt a virágot, mert szétvetett az ideg, hogy nem passzolt a kaspóba ez a kis izé, amiben benne volt. Úgyhogy tegnap este éjfélkor még őt ültetgettem, akit nagyon szeretnék életre kelteni, mert szegény élt már meg jobb napokat is, és ők is kaptak természetesen egy kis karácsonyi dekort. Ez a tévénk, egy nagyon-nagyon régi komód, ez az egyetlen dolog, ami megmaradt a régi lakásunkból. Ebben vannak a tűcsieink, meg az ágynemű, alul ilyen kábelek, laptopok, meg szőnyegek, random. Én voltam az egyetlen ember, aki élt-halt azért a szőnyegét, mindenki más utálta. Írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok róla. Szerintem nem nyanyás, szerintem kifejezetten vagány. Na, áttérve ide, van itt ez a kis kocsika, és itt ez a Black Plum konyak Woodwick-es gyertya, aminek olyan illata van, mint az Yves Saint Laurent Black Opiumnak. Lehet azért is Black Plum. Pontosan olyan illata van a lila fajtának. Nagyon szerettem azt a parfümömet, és már nincs meg, és pont karácsonyra kaptam. Egy 2016-os vlogban benne is van, szóval ez nekem tökéletes az ünnepekre. Itt van cukorka, a stíléből a leértékelt kis pokrócom. És akkor párna invázió. Ez is a Jusk-ből van, ez a kettő itt középen H&M Home, ez pedig a Silent Night, az Pepkós, és mindig szoktam tenni egy ilyen pokrócot így a kanapéra, mert akkor nem a húzat lesz koszos, nem az koszulódik, hanem az is ezt meg ki lehet mosni. És látszok, az Attila még nem látta a karácsonyi dekort, most fogja meglátni, most jött haza. Nagyon kíváncsi vagyok, mit szól. És én álltam te egy szíget. Aha. Egész házat kérdés, de még itt is. Igen, és láttad, hogy Manu fagyony van az ajtó felett alatta megpuszilkózni kell. Miért? Azt mondták. Ki? Justin Bieber! Fagyony alatt puszikát kell adni. Jó is. Az a kis Manu. Az is karácsonyi? Nem, ő csak Rozi. És akkor, ahogy ígértem, mutatom nektek az asztali terítékemet, amit eddig terveztem karácsony estére. A szalvétagyűrűk azok a Zarahomból vannak, magák a szalvéták Jusk-ből. Mutattam már nektek a fenomenális gipszkarton gyertyatartómat, a poharak H&M Home, az alátét Jusk, és a gyönyörű szép terítő, illetve a középső terítő is stíle interió. De készültem papírszalvétával is, mert nekem biztos nincs szívem beletörölni a számom másikba. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok a Vlogmas második részében is, és mindenféleképpen gyertek vissza a következő héten is, mert izgi videóval jövök nektek. Ma, sziasztok! És igen, totálisan részszarvas fülekben voltam egész idáig.